mindenkit! És akkor hát ez a, a, a szűrési projekthez kapcsolódott egy kérdés, és ennek az eredményét fogom bemutatni. Maga a projekt az, az idén márciustól jövő áprilisig tart és ez volt vele a célunk, hogy, hogy ezt a gyors teszt és tanácsadás módszerét um, egy kicsit népszerűsítsük, meg, meg um, kipróbáljuk. Um, és um, ebben volt egy hív szifilis teszt, teszt ami ilyen újbegyes, és tényleg egy perc alatt ad eredményt, illetve egy HCV nyált teszt, ami ami hát 20 perc, azért gyakorlatban kiderült, hogy, hogy, itt ilyen 12 perc után már azért látszik a, a, az eredmény. És kapcsolódik hozzá egy, egy kérdő, ami felméri a kockázati magatartást, ez egyrészt segíti magát a tanácsadást is, tehát így szisztematikusan végig lehet menni a különböző típusú kockázatokon, itt kezdve a, a szexuális, kockázatokat, az szer használathoz, az eszközmegosztást, hoz kapcsolódó kockázatokat, illetve a szexmunkásokhoz, illetve illetve a kuncsaknak, akik szexmunkásokhoz járnak ezzel kapcsolatos kockázatait. Összesen 600 teszt van a programban, és ezt az a négy város és hét szervezet csinálja meg, is, és, ami, egy ilyen végső eredménye lesz ennek, szeretnénk egy ilyen módszertani segédanyagot összehozni, ami, ami ugye itt a gyakorlati szakemberek írnak egymásnak, szóval ez egy ilyen, ilyen alulról felfele irányuló dolog. Amiben, amiben, tényleg az a lényeg, hogy bárki, aki szeretné elkezdeni ezt a, ezt a beavatkozást, ezt a gyors és tanácsadást, az, az megkapja hozzá minden, minden, tudást. És ezért is, volt, ezért is jó, hogy különböző városokban, különböző szintereken próbáljuk ki, tehát hogy ez egy ilyen, egy ilyen átfogó ismeretanyag lesz remélhetőleg a végére. És ezt majd lesz a végén egy konferenciót fogjuk bemutatni. Ugye már volt szó a filmben, és ezt most akkor külön nem mondanám el, hogy itt vannak a résztvevő alapítványok, és magát a szűrést azt az introvert és szexmunkások körében végezzük. Tehát ez volt a közvetlen célcsoport, akik így a legnagyobb kockázatnak vannak kitéve ezekben a vérútján, illetve szexuális úton terjedő betegségekkel kapcsolatban. Itt vannak nagyjából az arányok. Hát itt, itt, azt vett, vett, annak az aránya, hogy hol mennyi szűrés készült el, amit mi feldolgoztunk most, ez összesen 201 darab és a városok, tehát Budapest volt a legnagyobb súlya, mert volt korábban is szó, hogy, hogy azért itt a, 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 főváros érintettsége az, az sokkal erősebb a szerhasználatban, tehát itt ezért is ö, gondoltuk, hogy itt három szervezet venyen részt, illetve Miskolcról két szervezet, Pécs Szegedről pedig egy-egy, tehát itt nagyjából nyilván itt korlát volt az anyagi lehetőségünk is, tehát itt nem, nem egy országos reprezentatív vizsgálatról van szó, azért azt el kell mondjam, hanem hogy ez, amit ez, ez a hét szervezet ez alatt a pár hónap alatt elvégzett szűrés, azokról szól. 32 év volt az átlag életkor, kétharmaduk volt férfi, és a, és a többségnek nyolc általános, vagy annál alacsonyabb, vagy annál is kevesebb volt az iskolai végzettsége. Ez így nagyjából, nagyjából, megfelel egyébként annak, amit, amit erről a kockázati csoportról tudunk, vagy amit mondjuk a tűcsere programok klienseiről tudhatunk. Tehát ez nagyjából azoknak az arányoknak megfelel. Uh, és ami viszont nagyon fontos, uh, hogy hogy arra is rákérdeztünk a kérdőben, hogy mikor volt utoljára szűrésen, és hogy itt a, akik bekerültek a program, programmal, mert több mint harmada soha nem volt még uh, szűrésen, illetve több mint harmaduk fél évnél régebben volt. Ez csak azért érdekes, mert hogy... Mert hogy uh, hogy ez a módszer ugye oda viszi helybe a szűrést azokhoz, akik, akik, akik amúgy egy, egy ilyen rejtőzködő, vagy nehezen elérhető populációt jelentenek. És ez a kérdőben is látszik, hogy, hogy, jó ez a módszer arra, hogy elérjük ezeket az embereket, és meg tudják a, a státuszokat, bevonjuk őket ebbe a tanácsadásban. És azért ezt megmondom, hogy az átlag azért az utolsó szűréshez képest, tehát 17 hónap volt, Uh, úgyhogy nagyjából átlagosan 17 hónappal ezelőtt voltak szűrésen uh, utoljára, de hát volt, aki 120 hónapja, azaz 10 évvel ezelőtt, tehát itt azért az van, hogy, hogy ez kapcsolódik az is, hogy nem tudom, mikor volt börtönben utoljára, tehát a többeknek azért ott volt utoljára szűrésen. Uh, Jövedelem forrásokat is kérdeztünk, hát ezt tényleg most nagyon röviden, mert, mert csúszásban vagyunk, de hogy, hogy azért nagy, nagy részt munkabérből élnek, tehát hogy, hogy persze erősen jelen van az egyéb illegális tevékenység is, vagy a kábítószer eladás, vagy tűfecskendő eladás, de hogy nekem ez, ez azért érdekes volt, hogy nagy részt -bér, adtak meg, mint amiből, amiből éltek vagy abból is éltek. Ez pedig, aki itt a területtel foglalkozik, annyira nem meglepő, hogy hogy az intravenous szerhasználóknak háromnegyede valamilyen új, pszichoaktív szert szúr, ebben pedig ez a kristály összefoglaló néven kapható anyag volt, ami a leg, legnagyobb arányban volt. és ami még így a kockázati csoportokkal kapcsolatban szerintem érdekes, hogy, hogy hát az adatfelvétel helyszínűleg is ugye nagy részt intravénes szerhasználók voltak, de hogy, hogy, hogy azok, akik intravenes szerhasználók és valamilyen formában érintettek a szexmunkában, az, az 29 volt, tehát itt azért ez egy, ez, ez azt, és ez, hogy van egy, van egy átfedés ebben a csoportban, és hogy ez, ez lehet az a Mondja egy ilyen híd populáció, hogy ki juthat ki ebből a körből a, a fertőzés. Ez, ez csak azért fontos, mert mert mostanában sokat kell azt igazolni, hogy itt közegészségügyi nem tudom, közegészségügyileg fontos munkát végzünk és hogy, és hogy és ezt el kell magyarázni, hogy ez, ez nem, nem, csak arról szól, hogy, hogy, hogy itt segítsük az intervénes abban, hogy nyugodtabban drogozhassanak, hanem arról, hogy itt, itt valóban, valóban, van egy olyan, olyan közegészségügyi kockázat, amit, amit, amit valahogy kezelni kell, és hogy ezek a programok am, tudnak ebben, ebben részt vállalni. Ezek az arányok, amit kaptunk a gyors tesztekkel kapcsolatban, tehát azért azt még el kell mondani itt, hogy minden, minden pontosan lehessen érteni, hogy itt a gyors tesztek eredményéről van szó, amik ellenanyagot vizsgálnak, tehát itt, itt magát a fertőzés, tehát a vírusnak a jelenlétét nem, tud, nem tudjuk vizsgálni, tehát ahhoz, hogy a fertőzöttségről beszélhessünk, ahhoz nyilván vénes vérből vett laboratóriumi vizsgálatra van szükség. Tehát, hogy ami, amiről én itt fertőzöttségként beszélek, az itt a gyors tesztek eredménye. Ezt ami, ami, ami nem mondom, ami nem egy diagnózis igazából, hanem bár ezek a tesztek nagyon megbízhatóak, de hogy itt, itt arról beszélünk, hogy az ellen, ellenanyag van jelen a szervezetben, tehát például aki már átesett interferon kezelésen, aznál is pozitív lesz ez a, ez a teszt. De nagyjából egyébként a, a az OEK vizsgálataival azonos arányokat kaptunk ebben, tehát a, a, itt, ittnál összesen a, ebben a részvevő összességében 47,7 volt a hepatitis C fertőzöttek aránya. Találtunk két HIV-fertőzöttet, illetve 7, 7 szifiliszre pozitív eredmény is volt, amik nem, nem nagy számok, de, de az mindenképpen jelzi, hogy jelen vannak ezek a, a fertőzések ebben a körben mivel hogy, hogy itt, a hív meg szifilis nagyon alacsony volt, itt, itt, ezeket az eredményeket, ö, ezekkel az eredményekkel nem foglalkozom, mert statisztikailag nem, nem nagyon értelmezhető vagy, vagy elemezhető, úgyhogy a hepatitis C eredményekről ö, fogok beszélni részletesebben. Itt van a városokra lebontva, amit ö, mi kaptunk, és hát ezek is nagyjából követi a, a, amit a, 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 az OEG prevalencia vizsgálatából tudunk, tehát ez a Budapesten a 60%- és vidéken pedig ennél alacsonyabb arányok. A, az, hogy szegeden, szegeden ilyen alacsony lett ebben azért annak része van, hogy itt a, a, a szűréseket a metadon programhoz kapcsolódva végezték, illetve e, itt több hozzátartozót szűrtek le ebben a programban, akik amúgy kockázatnak vannak kitéve, de hogy közvetlenül nem intravénes szer használnak, vagy nem szexmunkások, hanem, hanem a közelség miatt, miatt vannak kitéve kockázatnak. ez lehet a magyarázat az alacsonyabb arányra. És itt, hogyha csak az intravénes szer használókat nézzük, ott egy magasabb arányt tanárunk, Végig egyébként, ahogy néztem az adatokat, azért az egyértelműen látszik, hogy az intravenőszer használat az egy nagyon nagy kockázatot jelent. Tehát a nem, azoknak, akik soha életükben nem, nem használtak szert intravénáson, azok körülbelül 90% negatív volt. Tehát ehhez, ehhez, a, mondjuk a budapesti 70%-hoz képest, azért az elég jelentős különbség van, mondjuk az egész mintára 50% volt, tehát a nem intravénás körében összesen 10% volt, a, akiknél pozitív eredményt adott a teszt. Ami még, ami még mutatja a kockázatokat, vagy ami ebből a szempontból érdekes, hogy az új pszichoaktív szereket használók körében sokkal magasabb a, a, a fertőzöttek aránya mint a hagyományos szereknél, de megint ez, ez egyébként a, 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 az OEC vizsgálat eredményeiben, a, és, és, a, és a drogfókuszpont jelentéseiben is megnéz, ami mi, mi ö, eredményeink is visszaigazolják ezt, ami látszik, hogy az új pszichoaktív szerek használata egy nagyobb kockázatot jelent. Itt ebben egyrészt, egyrészt az a, 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 a környezet is számít, tehát hogy itt hogy milyen, milyen, milyen csoportokban használják ezeket az új másrészt pedig azt is tudjuk, hogy ezeket sokkal gyakrabban injektálják, tehát hogy itt a napi 10-15 szúrás is, is, előfordul. Tehát ez, ez a magasabb szúrásszem pedig, pedig magasabb kockázatot jelent. Nem tudom, hogy ez mennyire látszik majd, de de itt felraktam az összes típusú kockázati magatartás, vagy eszközmegosztást, amire mi rákérdeztünk. Ez a világos kék szín azoknak a számát mutatja itt arányát, akik, akik azt soha egyetlen egyszer sem követték el. Tehát legfelül vannak azok, amikre a legtöbben mondták, hogy, hogy, hogy legalább egyszer előfordult, mint, mint eszközmegosztás, és ebből csak egy dolgot emelnék ki, hogy, hogy legfelül vannak azok, amik a közös használatra utalnak. Tehát, hogy itt, itt, itt az, hogy mi az, amit el lehet kerülni, vagy mi az, amit nem, nem használnak, az, az, az azért látszik, hogy itt a közösen használt víz, vagy hogy hagyta, hogy felszívják az anyagot úgy, hogy ő már belerakta a használt tűjét, vagy hogy a használt tűjét oda egy barátjának, ismerősének. Tehát, hogy ezek azok, amik, amik azt mutatják, hogy itt egy közös használat, illetve azt, hogy itt, itt magának az eszközöknek a megosztását annyira nem, nem gondolják kockázatosnak. Tehát ez az a terület, amire majd érdemes odafigyelni, illetve ez az, ami, ami, ami mostanában az elmúlt években már a legkevésbé vagy legkevesebb helyen tudnak megengedni maguknak a, a tűcsere programok, hogy ezeket az eszközöket is biztosítsák, pedig ez nagyon fontos lenne, mert látszik, hogy ez az, ami, ami a leggyakrabban előforduló eszközmegosztás, és ezeken az eszközökön keresztül is át lehet adni a fertőzést. Tehát, hogy ez ez gyakorlatilag ugyanolyan kockázatot jelent bizonyos szempontból, mint magának a tűnek a, az átadása, illetve magáról erről a közösségi használatról, vagy az együttes használatról, szól az is, hogy itt legalul, amit a legkevesebben követnek el, az, hogy, az, hogy egy idegen, olyan tűvel szúr, amit egy idegen használt, vagy nyilván abból a szempontból nagyobb kockázat, hogy nem ismerem, tehát nem tudom, hogy miket, hogyan, mik a szerhasználati szokásai, de ugyanígy van az, hogy egy használt tűjét odaadt egy idegennek, tehát idegennek saj, még, még, egy barátnak odaadni, az meg a leggyakrabban előforduló magatartások között van. Tehát, hogy, 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 hogy ez szerintem jól, jelzi, hogy, hogy így, így, baráti körön belül, tehát hogy van egy ilyen, hogy mondjam, egy bizalmi funkciója is ennek az eszközmegosztásnak egyébként. Illetve még egy dolgot még gyorsan elmondanék, hogy itt, itt, itt volt a legmagasabban nem válaszolók a lánya a szűrővel kapcsolatos kérdésnél, ami, ami azért lehetséges, hát most én csak azokról tudok beszélni, amikor én én csináltam a szűrést én, amiket nekem elmondtak a kliensek, tehát én nem használnak szűrőt sokszor, tehát azért nem válaszolnak erre a kérdésre, ami szintén egészségügyi kockázatokat jelenthet. Ugyannyit az eszközmegosztásról. És hát ez sem meglepő eredmény, tehát baloldal talált, hogy hány, hány, típusú kockázati magatartást jelölt be, vagy hány, kockázat, hány, hány, ilyen magatartás fordult elő valakiné, illetve a fertőzöttség aránya. Hát igen, tehát nyilván minél több típus fordul annál, annál, nagyobb a kockázat, hogy, a fertőzést elkapja. Hát ez látszik az adatokban is ami még viszont számunkra érdekes, hogy hány emberrel osztották meg a felszerelést. És nyilván ez sem meglepő, hogy minél több emberrel történik, ez annál nagyobb az is, hogy megkapja a fertőzést valaki, de hogy itt az átlag az kettő és fél volt, tehát hogy, hogy itt, itt, minimum két-három emberrel van, van megosztás, de hát volt, akinél ez tíz fő volt, ami hát azért elég jelentős pláne, hogyha azt veszük, hogy azért itt minimum, minimum az emberek fele fertőzött. Tehát egy ilyen, ilyen típusú szám azért, azért már elég nagy kockázat jelent, és pláne, hogyha azt csináltam egy ilyet is, hogy, hogy, hogy Baloldalt van, hogy hány, hány típusú ilyen kockázati magatartás volt jellemző valakire, és hogy azok között milyen arányban volt az, aki egy emberrel, két emberrel, vagy három emberrel, és annál többel osztotta meg. Tehát van azért egy, egy olyan csoport, ami, ami iszonyatos kockázatot jelent. Tehát, hogy, 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 hogy azok, akik sok, sok típusú megosztás azok általában több emberrel is osztják meg. Ü Úgyhogy ez egy, ez egy elég uh, nagy kockázatot jelentő csoport. Uh, itt uh, ugye arra is rákérdeztünk, hogy átlagosan ház, hányszor használ egy tűt. Itt, itt közel három volt az átlag, de hát volt, aki 16-szor használt egy tűt, ami hát... Uh, ne, nem, nem, tudom, hogy az, 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 mennyiben tekinthető még tűnek egyáltalán, már, amivel valaki 16-szor szólt. Tehát az, gondolom, kb. annyira lehet, lehet éles, mint egy tolbetét, vagy nagyjából valami ilyesmi. és, és mindössze a résztvevőknek a negyede volt az, aki egyszer használ egy tűt átlagosan. Tehát mindenki, mindenki más adná többször. Tehát, hogy, hogy, ugye ezek egyszer használatos tűk, amiket kapnak, Úgyhogy ez, ez nagyjából a három nem, ez nem jön össze, és hát ez, ez azért erősen összefügg azzal is, hogy milyen, milyen lefedettsége van most a tűcsöre programnak, mennyi eszközt tudnak biztosítani. Tehát ez, ez, a, ez a, csökkenés a kiosztott tűk számában azért az egyértelműen megjelenik ezekben az adatokban, mert nyilván senki nem, nem jó kedvében ö, osztja meg vagy szóval használja szer egy tűt, mert azért, amikor a másodszor, vagy harmadszor használja valaki, az már azért erősen szakítja a vénákat. Tehát, hogy itt, itt ez, ez, ez nem, 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 nem egy ilyen úri passzió. tehát nyilván, ha a rendelkezésükre állna a megfelelő mennyiségű tű, akkor nem használnák szer. Tehát, így összegezve a tapasztalatokat. Én, én azt gondolom, hogy, hogy ez a módszer, ez, ez működik, és érdemes ezt a gyors, tesztes, gyors teszt és tanácsadást elvinni a... a, a... Ezek, ezekhez a csoportokhoz, vagy, 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 valamilyen módon biztosítani ennek lehetőségét a, 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 szervezeteknek, akik ezekkel a csoportokkal foglalkoznak, mert ahogy látszódott itt a Intából is azért a többség még nem volt soha szűrésen, akiket mi ezzel a programban elértünk. Az is látszott az adatokból, hogy az intravénes szerhasználat a legnagyobb kockázat ebből a szempontból, mindenki másnál, minden másik csoportnál tehát aki nem volt érintve internet nagyon alacsony volt a hepatitis C fertőzöttség viszonyítva az internet szerhasználókhoz. És az, az is látszik, hogy az új szerek kiemelt kockázatot jelentenek, tehát ami itt fontos lenne, hogy, hogy a tőcsőre programok lefedettségét növelni, hát itt azért jó lenne, jó lenne elérni a, a egyszer majd a WHO által ajánlott Hát minimum 100 tű per intervénes szerhasználó per év, de hát azért ebben az ajánlásban az van, hogy, hogy, hogy ez a hívre vonatkozik, és a hepatitis C-vel kapcsolatban itt jóval magasabb számokra lenne szükség. Jelenleg ugye ebben, ebben amikor még a két tűcsőre program működött, akkor 76-on álltunk Úgyhogy ezen, ezen mindenféleképpen javítani kellene, és kell a kezelésbe jutás segíteni, ami szintén tud egy ilyen program, segíteni, hiszen, hiszen itt a, az eredményt rögtön megkapják a kliensek, és utána a, a, ugye nem fejeződik be a tanácsadás, hanem ahogy a, a filmben is láttuk, azért itt a kezelésbe jutást is lehet segíteni, utána rögtön lehet időpontot foglalni, vagy elkísérni őket a, a, a hepatológiákra, akár hogyha van erre lehetőség vagy igény. Úgyhogy ezek azok, amit mi, mi az eredményekből Láttunk, úgyhogy köszönöm a figyelmet.